is, hogy a fiatal vállalkozók itthon milyen kívásokkal néznek szemben, valamint milyen erősségek vannak Magyarország tekintetében. Alapvetően, ha általánosságban beszélünk fiatal vállalkozókról vagy vállalkozásindításról, akkor az egyik nagy kérdés mindig a pénzbe tűnik, hogy jó vállalkoznánk belülről. A másik kérdés az mindig az oktatás, hiszen a mai világban eligazodni már nem annyira egyszerű, főleg, hogyha az ember valamilyen speciálisabb területen szeretne működni. Tehát ez a második, és általában kell a network, kellenek a mentorok, kell valamilyen hálózat. Magyarországon én azt gondolom, jó fiatal vállalkozónak lenni, hiszen az Európai Unióban először itt valósult meg, és most már évek óta megy egy olyan komplex program, ami pont erre a háromra ad választ, és a fiatalok vállalkozóvá válása a programok keretében azok a fiatalok, akiknek ötlete van, de vállalkozása még nincs, visszanemtérítendő támogatást, oktatást és mentorálást tudnak kapni. A FIBASZ 2014-ben az összes Magyarországon alapított új vállalkozás 4,14%-ának a létrejöttéhez járult hozzá. Ez azt jelenti, hogy több mint 1222 cég született a segítségünkkel egy év alatt. És az érdekesebben, hogy a felkészítésnek köszönhetően 3 év után 90%-uk még él. Általában fordított szokott lenni az arány, globális átlagban is kb. 10% az, ami mondjuk 5 év után túlél a cégek között. De mi is érezzük a munkaerőhiány, tehát főleg nyugat-magyarországi tagjaink panaszkodnak, hogy nem tudnak versenyezni azzal, hogy valaki átmegy Ausztriába és 1500-2000 eurót keres mondjuk nettóban, nem tudják ezt kitermelni, illetve a generációváltás az, amit az előbb is említettünk, ami egy nagyon komoly kihívás. És azt gondolom, hogy ez egy strukturális kérdés, és Magyarországon a gazdasági teljesítményt ez hosszú távon meg fogja határozni. Hát van körülbelül 19.600 olyan cégünk, ahol minden tulajdonos és ügyvezető 65 év fölött, és van 72.000 olyan cégünk, ahol mindenki 55 év feletti. A nagy probléma az, hogy a fiatalok nem igazán akarják átvenni a családi cégeket, ennek persze több oka van, de ezek a jól működő cégek, ezeket nem hagyhatjuk veszni. Tehát én azt gondolom, hogy vannak ez, ami egyrésztről a kihívás, másrésztről a lehetőség is, hiszen ha most egy fiatal vállalkozó szeretne találni céget, akkor akár tud találni, vagy adott esetben el tud indítani sajátot. Nagyon örülök annak, hogy sikerült a fiatalok kérésére gyakorlatilag az új fiatalok vállalkozóvá válása projektet egy kicsit átformálni, és most ez egy 30 milliárd forintos program, amiből 6 milliárd forint megy a fiatalok felkészítésére, 24 milliárdból pedig cégeket lehet alapítani, és így 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást lehet egyébként kapni. Egyébként ebben már nem csak fiatalok, hanem 30 év fölöttiek is tudnak jelentkezni. Én azt gondolom, hogy amit mi látunk, és amire a FIBASZ-szal mi is igyekszünk választ adni, hogy egy fiatalnak tudásra van szüksége, kapcsolatrendszerre, tehát üzletre, fejlődésre és közösségre, hiszen ha tudunk üzletelni, akkor tudjuk a vállalkozásainkat építeni, de kell folyamatosan fejlődnünk, hiszen a piacok is mindig változnak, de az egésznek az alapja a közösség. És én nagyon örülök annak, hogy most már nem csak Magyarországon van a fiatal vállalkozóknak egy nagyon összetartó közössége, hanem formálódik ez a közösség itt Kárpát-medencében is. Köszönöm.